Az egyik belvárosi street food étteremben klasszikus hamburgert készítettünk. A jó hamburgernek az alapja a jó alapanyag, és itt már kikészítettünk mindent, viszont Ádám, paradicsomot azt nem látok. Mi nem teszünk a hamburgereinkbe paradicsomot éppen azért, mert nagyon elviszi az ízét, a savassága. Tehát mi semmilyen hamburgerben nem teszünk paradicsomot, van egyfajta burgerünk, aminek ilyen sűrített paradicsomból főzünk egy alapot, és abban van igazából csak paradicsomunk. Ez olyan furcsa, hát otthon, amikor hamburgert csinálunk, vagy bárhol hamburgert eszek, mindenhol ilyen vastag paradicsom van. Hát ez azért van, mert ők ezzel akarják növelni a térfogatot, illetve a magasságát, illetve esztétikailag amúgy jól néz ki benne, de nem kell a igazi hamburgerbe paradicsom. Jó, akkor mi az, ami kell bele? Mondd el nekem! Jégsaláta, uborka, lilahagyma, cheddársajt, bacon és egy nagyon jó minőségű hús. Mit jelent az, hogy jó minőségű hús? Hát megfelelő helyről kell beszerezni, mi ezt egy vágóhíd csak nekünk gyártja ezt a húspogácsát. Az a lényege, hogy 100% marha hús legyen, illetve kell hozzá egy, mi vesefagyút használunk ehhez, de házi felhasználásban ezt lehet szalonnával is pótolni, hogy a megfelelő zsiradékanyag legyen benne, mert alapjaiba véve száraz lenne a hús, ha csak úgy kisütnénk. Most el fogunk készíteni 2 hamburgert, egyet egy profi fog csinálni, a másikat én, mint konyha tündér. Milyen nevet adjunk ennek? Van ennek neve már, vagy most fogjuk kitalálni? Ez egy klasszikus burger, ez nálunk a házburgere. Cserársajt, békön, igazából az igazi hamburger. A klasszik hamburger? A klasszik hamburger. Akkor most megcsináljuk a ház klasszik burgerét. Így lesz szabályos, ugye? Igen, így lesz szabályos, így van. Na, így van. Taníts, mester! Tehát nagyon fontos a megfelelő hőfok a hússütéséhez. Mi médiumra sütjük az összes húspogácsánkat. Igazából így adja át a megfelelő ízélményt. Illetve még amit nem mondtunk el, hogy nagyon fontos a bucinak a kiválasztása. A lényege, hogy vajjal készüljön. Nagyon sok helyen, meg pékségben olyan termékeket lehet kapni, ami margarinnal készül, de ez nem az igazi. A vaj, az igazi vaj az alapja a bucinak. Melyik lesz az én bucim? Amelyiket választod. Hát akkor ez van hozzám, de ez a buci lesz az én bucim. Tele van magvakkal, és olyan jó kis állaga van. Mivel ezzel kezdjük, hogy ezt ketté vágjuk? Igen, kezdjük azzal, hogy ezt ketté vágjuk. Mutasd! Átadom. Aha. Hát én akkor ezzel együtt így a kezemet is elvágnám. Így nem szoktatok bucit vágni? Nem. Nem, ezt így kell. Így ezt így kell, igen. Hát nem így a szabályos, de mi így szoktuk. Mindenkinek megszokás kérdése. Aha. Majdnem egyenesre vágtam. Megkosom. Mint láthatod, megfelelően szellős a buci. Teljesen arányos lett. Tökéletes. Következő lépés. Otthoni. Tehát itt azért különböző gépeket használunk, mint otthon, esetleg egy serpenyőben, hogy kisütöd. Illetve nekünk van egy olyan gépünk, ami egy pirító. Igazából belengedjük, ezt majd mindjárt meg is mutatom, belengedjük a zsemlét hátulról, és akkor elő kijön nagyon szépen megpirítva. A pirításnak a lényege, ezt otthon is kell csinálni, hogy ne ázzon el a buci. Ezt serpenyőben is egy kis vajat beleteszünk, és akkor bele lehet fordítani. Mielőtt megpirítanánk ezt a bucit, a húst is oda kell tenni sülni, hiszen annak idő kell. Mesélj nekünk erről kicsit. Ez egy 15 dekás sárolé érlelt, marha 6 hétig van érlelve az összes húsunk, ez egy száraz érlelés. Ezt igazából a vágóhíd intézi nekünk, mert ezt otthoni körülmények között nyilván nem lehet elvégezni, de hogyha az ember otthon marhából szeretne hamburgert csinálni, amúgy én a nyakat tudom neki ajánlani, a marha nyakat, abból a, hát,
abból lehet a legjobban visszahozni az igazi ízvilágot. És mi lesz a hússütésnek a folyamata? A hússütésnek a folyamata az, hogy rátesszük egy körülbelül 250 fokos roslapra, egy nagyon szép kérget sütünk rá, majd rátesszük a békönt és a cheddar sajtot, és így jó médium lesz a húsnak a közepe, ez azt jelenti, hogy még nincsen teljesen úgy átsülve, így lesz igazán szaftos. Hát akkor tegyük oda, süssük meg ezt a húst. Időközben itt megsült minden, aminek bele kellett sülnie ebbe a nagyon finom hamburgerbe. Mi a következő lépés? A következő lépés az, hogy megkenjük a bucikat egy házi burger szósszal. Ez igazából a receptnek az alapja, az egy majonéz, ketchup és mustár, illetve zöld fűszerek. A többit nem mondom. Klasszik. A klasszikus, igen. Plusz az a kis pici, amit ez nem házi hamburger. Így van, de a nagyon pici részletekről nem beszélünk, mert ezek azért titkok. Nem lebentettük fel a fájtlet a titokról, hát akkor kenjük meg. Kezdette vagy kezdjem én? Hát te vagy a profi, mutatod, hogy kell. Ez arcpakolásnak nem jó? De tökéletes. Igen? Persze. Kipróbálhatjuk? Igen, pont kérni akartam. Átadom a stafétabotot. És akkor így legyalom? Na jó, nem. Hát én nem tudok olyan profin kenni, mint te. Nem is kell. Mennyire kell több az aljára, vagy az a tejére? Hát igazából mindig. Teljesen mindig. Ízlés szerint. Hát akkor én ráteszem. Csak nyugodtan kenn rá az összeset. De énekeljek hozzá? De. Jó, jó, hát ezt... szerintem kicsit kevesebb jutott. Igen, most ezt innen eltesszük. Oké, és jó. Következő lépés, jégsalátát teszünk az aljára, lilahagymával. Megismerem, az ez. Na, akkor kezd meg. Kezdem, várjál, hol az alja. Mindegy, hogy... Tegyél rá bőven, nyugodtan. Csak így ilyen szolidan. Hát ki hogy szereti ízlés szerint, mi azért ettől többet szoktunk beletenni. Igen, ez lesz a fogyókúrás Lady Burger, ez pedig a... De hogyha a fogyókúrás burger, akkor még több jégsalátát kellene beletennünk. De az már rákerült a tőle a kutyára. Igen, segítek, teszek a tiédre is. Nem tudok egyedül jégsalátát pakolni. Nem, ezt is eltesszük. Oké. Aj, de rendesen. Na, köszönöm szépen. Rendben. Testvérjesen. Következő? Rendben. Teszünk lilahagymát az aljára. A lilahagyma nagyon fontos bele. Nagyon jó ízt ad neki, sokan nem szeretik, de... Csak teszek még a pénzt. Oké, és ti eszitek meg. Jó, és a tetejére pedig csemegeuborkát teszünk. Csemegeuborkát. Megkóstolom, jó? Csak nyugodtan. Az, csemegeuborka. Ja, a tetejére. Ennek van mennyiség határa? Az a teteje. A tetejére tegyük. A tetejére tegyük. Hát nincs mennyiség határa, igazából nyugodtan lehet belepakolni 3-4-5 szeletet. 6 maradhat? Csak nyugodtan. És ezt miért a tetejére tettük? Hát, mert mi ezt így találtuk ki, hogy a tetejére megy. Mert csak? Igen. Oké, jó. Utolsó lépés. Utolsó lépés pedig, hogy rátesszük a húspogácsát, ami már ugye meg van sütve médiumra. Húspogácsa, rajta a sajt, és rajta bacon. Cheddar sajt és bacon, igen. Cheddar sajt, az lényeges, hogy igen, cheddar sajt igen, legyen? Igen, lényeges, hogy cheddar sajt legyen, mert és igazi cheddar sajt legyen, mert nagyon sok helyen ezt az ömlesztett sajtot használják. Ha? Otthoni felhasználásban persze az is tökéletes, de igazából a rendes cheddar az alapja a hamburgernek. Jó. Jó, és fordíthatjuk rá a... Nem esik le a... Nem. De ha én fordítom, akkor leesik.
elkészítettük a hambikat, a klasszik ház burgereit, és közösen a csapattal most leteszteljük, hogy valóban olyan finom-e. Jó étvágyat! Jó étvágyat! We'll be right back.